adódó, de hát ilyen lesz még a mai napon szerintem. De azért felveszünk a fordulatszámot, és aztán belehúzunk. Na akkor, egyéni jelmezes verseny következik, aminek én is részese vagyok. Én vagyok az első versenyző, Csiperke. Csókolom. Első Csiperke, második én, harmadik Csiperke volt. Lehet hazamenni, pá! Csiperke nagyon szégyelli magát, hogy ilyen önző módon kiosztotta magának az első három helyezettet. Úgyhogy megkeresem a többi versenyzőt is. Tessék várni! Aha! A hátát látta mindenkinek. Akkor ezek szerint, ha ott van a háta, akkor itt lesz az eleje. Megvannak! Már is jöhet itt az első. Hácia! Már is itt van. Nekünk az első jelmezes. Tessék bemutatkozni. Szervusz, én Csiperke vagyok. És te? És a Roland az itt ad elő valamit. Te gyúvár vagy? Nem. Hát akkor mire költöztél be? Mert látod, én bobot vagyok. És te mi vagy? Űrhajó. Aha, na látod, szóval akkor te vagy Roland az űrhajós. Jó. Mikor szálltál le az űrhajót? Az űrhajóba meg tudom mutatni? Na, megpróbáljuk. Én segítsek neked. Megmutatom, hogy szoktak levenni. Figyelj! Na, fog menni? Levettünk egyet Rolanda. Na, fordulj még egyet. Mutatd meg a jelmezet. És akkor most ide állsz, ahova én állítalak téged, de mindjárt egy csomó másik gyerek is jön ide te mellé. Na jöhet már is a következő. Jó. Tudod te beszélni ebből a sok szakához? Igen. Igen, és akkor elmondod nekünk, hogy mire költöztél be? Varázsolni. Mit szoktál varázsolni? Azt látom, hogy van neked pálcán. Ez a varázsló pálcán. Igen? Hát akkor figyelj. Változtassuk őket békává, mit szólsz hozzá? Képzel, milyen mulatságos lesz, hogy itt lesz a pálcáddal, és akkor itt fog ugrálni egy csomó béka. Jó lesz? Hát de akkor ki fog nekünk tapítani a békát? Akkor senki. Jó lesz nekünk az, ha nem lesz, aki tapsol? Te szeretnéd, hogy ne tapsoljanak? Igen. Azt akarod, hogy ne tapsoljanak? Mert én azt akarom, hogy tapsoljanak nekünk a kutyafáját. Figyelj, ha már itt belózunk a színpadba, legalább nem tapsoljanak. Jó, szóval akkor elnapoljuk ezt a békával változtatást? Hát majd legközelebb fogom békával rázolni. Tessék nyugodtan lenni. Hát nem muszáj megállni ilyen könnyen. A közönség, na akkor. Jaj, hát milyen szép viszlát. Világéletemben ilyen szép szerettem volna lenni, csak aztán nem jött össze. Na és akkor te vagy Ola? Királynő. Királynő vagy, az igen. Merre van a te országod? Mese országban mondta csúnya. Egyenes össze. Úgy bizony. Jó nagy országod van neked? Igen. Hát én igazad van, kicsi országban nem értem. Alkodni, de mutassuk meg a szép ruhádat még egyszer. Ó, bizony, te
Ez egy kis előleg. A nagyobb ajándékot nem így fogom elhoztani, hanem hogy ott ül a nézők sorába egy néni, majd ő fogja hoztani a komoly ajándékot. Ha-ha! Jön a kis terrorista! Az vagy? Terrorista vagy? Nem. Hát pedig Ritti, mit nézel ki? Ez a piros sipkával még megijedek tőled. És tökered is van? Nem. Nincsen. Akkor ez is szerinted. Hát vagy? Nem. Nem? Érges terrorista vagy? Nem. Hát akkor milyen vagy? Katona. Katona vagy. Ja, igazad. Katona vagy. Jó, na, mutassuk meg a jelmezetet. Akkor azt látom, hogy nem akarsz engem lelőni, s a többieket megnyugodtunk. Végérünk egy hátapot. Na, akkor adom neked is egy előleget, tessék parancsolni. Na, már is jön a mi szépség. Nem én, nem haraplak meg, mert megfogom a kezedet. Szia, Csiperke vagyok a bohóc. És te? Igen. Jaj, hát nagyon szép a ruhád. Légy szíves, forduljál meg, hadd lássák. Szárnyad is van. Az igen. Szoktál ötködni? Tudod mostanában melyik a legkedvesebb reklámom? Nem akarok reklámozni, de tessék izgulni. Nem kell itt elplagizálni. Tudod melyik a legkedves reklámom? Akkor mutatják, hogy a méhecskék, meg a bogárkák, azok egy gyógycukorkát összegyűjtenek. Ismered ezt a reklámot? Tévében nem? Na nem baj, majd ha nagyobb leszel, akkor tudni, akkor miről beszélek? Nagyon aranyos, és abban vannak ilyen szék is. És akármik, amilyen te vagy most. Na, akkor te is kapod egy finom cukorkát, és leszel, jó? Nem reklámozunk a fogorvosokat a környéken. Ó, tessék csak jönni. Csiperke vagyok a bohóc, és te? Te vagy a boci. Igen. Kicsi boci vagyok, vagy nagy boci vagy? Kicsi. A boci az kicsi. Ami meg már nagy, azt úgy hívják, hogy... Csiperke jó tudja? Igen. Te hagyadikos vagy. Hagyadikos boci vagy. Árulva ne nekem. Hát na, hát akkor még ennek a kis bocsinak sokat kellett tanulni, megmutatjuk a jelmezetet, úgy bizony, nagyon ügyes van, gyere ide a zűrhajóstól, úgy bizony, ne is kapod egy előleg. Na, akkor jöhet a masszta. Sejjel. Hát igen, add már nekem a ruhádat. Hogy nem akarod nekem adni a ruhádat. Magyar, hogy nem adod nekem. Hát igazad van, szükségem van neked erre a ruhára, mint ahogy nekem is szükségem van az én ruhára. Na, akkor fordulj egyet, és akkor áruld el, te ki vagy? Te vagy a boszorkány. Hát te olyan nagyon kis szemű boszorkány vagy. Szoktál te egyáltalán rosszalkodni? Igen, és mit szoktál rosszalkodni? Hát, boszorkányok azok általában rosszak, viszont. Ugye, jól tudom a mesélő, hogy általában rossz. Azért te is szoktál valami rosszalkodni. Eltüntetel, átváltoztatol. Azt már megegyeztük, hogy nem barátunk őket békává, mert nem lesz, aki tapsoljon neki. De is egyet értesz? Jó, oké. Akkor tessék tapsolni. Amíg tetszenek tapsolni, akkor nincsen békává. A másik esetben legyen itt a háló, jó? Közben hatásak a szint jelmezeteket, így bizony. Na, hoppá! És te ki vagy? Légy szíve mutatkozni. Hát, szervusz! Én Csiperke vagyok a bohóc, és te? Te meg törpe vagy, hát egy kicsit hangosabban mondjad, nézd csak ezt a sok embert, az mind azért jó.
engem, hogy minket láss. Tudod is, hogyha nem beszélünk elég hangosan, akkor nem tudják, hogy te ki vagy. Na még egyszer próbáld meg, jó? Na látom, ez már sokkal jobban. Jó, és akkor melyik erdőben vagyol te? Szögletes erdőben, lakos erdőben, kicsi erdőben, nagy erdőben, mikor koncertul, ugye milyen csapat szeretek? Kereket, szögletes. Na, melyik erdőt választod? A szögletes, igazán. Ad egy nagyon jó erdő. Na gyere, álljál a kapják mellé. Így bizony. És a többi törpe, otthon maradt? Na nem baj, a többi törpe helyen, ó, már is jön egy csillövilli kislány. Hát, hogy tetszik csillogni? Hogy tetszik csillogni? Forrújjegy. Ó, bizony, azta. Na akkor mutatkozzunk be, jó? Szia! Csiper, te vagyok a bohóc, és te? Az táncos lány. Oh, hát az nekem nagyon megy. Te vagy a? Katona. Te is katona vagy. Hát neked jobb a haci felszereltséged, van át neked késed, az a puskád. Hát inkább téged kellett volna terroristának nézni, de hát elnézést, az előbb tévedtem, a öregszek, tudod, én rosszul látok, az a baj. De azért ugye, te csak a jó ügyén szoktál volt. Igen. Nagyon jó. Fordulj egyet, nördülj egyet. Így bizony. És csak a táncosnő alig várja, hogy megszelítítsen egy ilyen katonát. Na, ki a következő? Piroska. Nem jó. Piroskának nem alma volt a kosarába. Akkor te vagy a gonosz mostoha? Az a gonosz. Tudod? Na és akkor te melyik vagy? Te Piroska vagy. Jó. Egészséges életmód híve, Piroska almát visz a nagyinak. Nem sütít, nem növeljük a vércukorszintet, igaz? Egészséges almát visz a nagymamának, azt a farkas nem szeretné, igaz? Én legalább az alma megmarad, ha már a nagyit megeszi. Vagy esetleg gondoltál arra, hogy intézed el a farkast, ha találkozol vele az erdőbe? Pedig nézd csak, ott is van egy katona, ott is van egy katona. Szerintem egy ilyen szép kislány, aki rögtön szaladnának segíteni, elintézni a fontos. Igen? És? Hát hol marad az állatbarátság csak? Az állatokat, az. Na, majd ha nagyon lesz, hát ha megszereted őket, én meg képzelném, hogy nagyon sokszor inkább a farkasnak fog, mint a vadásznak. Na, mit szólsz ehhez? Jó, na, majd erről még vitatkozunk egy kicsit, mutáld meg a szép ruhádat a közönségnek, így bizony, na akkor tessék ide jönni a törpe mellé, hogy bizony, te is kapod. Katona bácsi, te kaptál cukrot? Kaptál cukrot? Nem kaptál? Tessék! Szóljál, hogyha elfelejtkezek rólad, nagyon szívesen. Na tessék, jönni! Jön a következő versenyzők. Tessék szívesen bemutatkozni. Csipke Rózsika vagyok. Csipke Rózsika. Én meg Csiperke vagyok. Jó, örülök neki. Na akkor Csipke Rózsika felébredt álmából, tessék szívesen megfordulni, megfördülni, és elárulhatod nekünk, hogy hová tetted a királyfit. Harcol a sárkányt. Ez egy
egy nagyon jó válasz volt. Hányha azt hittem bemutat a szekrénybe. Nem, igazad van. A királyfi hadd harcoljon a sárkányon, a sárkányon az borzó szárkányon. Megtalálom, minket fölkörni. Jó, ne, ne az van. Igazad van. Na még egyszer, fordulj egyet. Gondolja magába ez a kisebb, milyen hülyeségeket kérdez ez a bolc én tőlem. Nagyon szép kis járunk egymás mellett állnak. Ó, hát jön még minden másik szép. Ma a szép kislányok azok nagyon utal volna. Akkor most nem fogod nekünk táncolni? Nem. De szerintem te fogod táncolni, nem? Vagy az osztályokban? Fogod táncolni? Igen. Ahogy bizony, na akkor közönség fel van a barban lecke. Feltetsze nekem majd is tenni a fogokat. Osztálytáncol, iba? Gyere, akkor a mellett is várjunk. Egy szép kislány. Mindjárt megeszel a sárga ürítség, hogy a szép lányok csak a másik oldalon állnak. Csipke Rózsika, kaptál cukrot? Nem kaptál? Hát akkor légy szíves, figyelmeztes Csipergét, hogy adjon neked is egy előleget, tessék parancsolni. Na, akkor figyelem, megfogjuk egymás kezét. Így, utána megfogod a Csiperke kezét, és most szépen körbe lejtünk a színpadon, közben tessék mosolyogni a közönségre. Jó, és akkor kérném szépen a pár.